Szóval, hellóztok, sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Cike lennék, és ez pedig a Phasmophobia Weekly Challenge módot fogjuk megpróbálni, ami nem más lesz, mint a, ahogyan azt a címbe is láthattátok, Challenge mód, Tortoise and Hare, ezen belül is a Hare része. Az a lényeg, hogy 125%-os játékosebesség lesz, ami azt jelenti, hogy tehát másfélszer gyorsabbak leszünk, míg a szellem az 50%-os sebessége lesz, ami azt jelenti, hogy fel annyira gyors lesz, és ezt, és az a lényeg, hogy háromszor ezt meg kell csinálnunk a Blizzdale Farmhouse pályán. Hogyha ezt háromszor megcsináljuk, akkor 5000 dollárt fogunk kapni. Én ezt elfogadom. Elfogadom. És nagyon remélem, hogy megy a stream. Vagy csak nekem csúszott, nem tudom. Ha még mindig csúszik, akkor... Ja, jó, rendben, köszi. Köszi, Hami. Most már akkor működik, jó, rendben. Oh. Persze, mert régen csináltam ilyet, aztán... Mindig egy nagy izé... idegeskedéssel megy az eleje, hogy jaj, most ez hogy lesz, meg minden. Na jó, akkor ready up, én azt mondom, nyomjuk. Csak kicsit szerintem csúszik, vagy nem tudom amúgy. Ez... Ezért nem szeretek streamelni, ne is haragudjatok meg amúgy. Ez... Bocsánat, egy fél pillanatot kérek. Nagyon laggol. Picsába. Bocs. Akkor még próbálok valamit intézkedni. Megpróbálok ráfrissíteni, hát ha segít. Próbáljatok meg ráfrissíteni, hát ha az sikerülni fog. Hát most amúgy elvileg jónak kell lennie. Mert most tényleg már mindent megcsináltam, szóval nem... Próbáljatok meg ráfrissíteni, srácok, hát ha az segít. Ha viszont nagyon laggol, akkor viszont leállítom a streamet, mert annak nem lesz semmi értelme. Aztán majd videó lesz belőle, akkor majd akkor jó. De akkor írjátok meg, jó? Na szóval ugye itt lenne a Blizzdale Farmhouse. Tier 1 equipmentek. Szóval, amire szükségünk lesz az egy zseblámpa. Várjunk, mennyi? Nulla a setup time, sanity-nk jó. Zseblámpa, EMF és hőmérő. Ez valami katasztrófa lesz. Tier 1-es equipmentekkel. Próbáljátok meg ráfrissíteni majd, srácok, jó? Mert lehet, hogy az a probléma. Na, elvileg most jónak kell lennie. Most már tényleg jó, mert nekem a YouTube stúdió kiírta, hogy most már jó. Most már jó. Figyeljetek, akinek laggol, az... az frissítse rá. Hát ha az úgy jó. Na de jó, fusebox kikapcsolva. Ez még...
Most a fuse az vagy a pincében van, vagy a... Várjunk, ez egy kijárat. Tehát a fuse az vagy a garázsnál van. És szerintem ez professional szint amúgy. Vagy hát nem az... Ja igen, itt a fuse. Nagyon jó. Jó, és akkor most az lesz, hogy megkeressük, hogy hol van hideg, vagy éppensége valamilyen aktivizáció van-e. Itt most jelenleg nincsen. Egy biztos, hogyha démon lesz, akkor azt nagyon könnyen ki fogjuk deríteni. Mert az egyből elkezd huntolni. Nagyon fontos ezeknek a challenge módoknak, hogy mindegy, hogy... beindult a stream. Na, oké. Okay. Hát ja, kicsit lassú, azzal nem tudok mit kezdeni, ne haragudjatok, de... Megtettem minden tőlem telhetőt, mondom, akinek nem megy, az frissítsen rá. Szóval... Ma ennek örülök, hogy legalább valakinél nem lakkol. Mondom, a másik, a... Bennett Gaming, akkor te szerintem frissítsél rá, vagy nem tudom. Ha mi neked minden működik, én úgy hallottam. Na jó, nézzünk szét itt a felső emeleteken, hát ha van valami aktivizáció. Na, nincsen búvóhely, ez kicsit problémás. Egyet már most tudok mondani, hogyha ez egy démon, akkor azt egyből tudni fogjuk, mert az tök mindegy, hogy mennyi szenit itt van, az huntol. És eddig nem huntolt, szóval kezdem úgy érezni, hogy jók vagyunk. Ugye majd ennek a challenge módnak lesz egy... Ezt hallottam. Ennek a challenge módnak lesz egy második felvonása majd jövő héten. De, amiben nem a hair lesz, hanem a tortoise. És ott viszont pont fordítva lesz, hogy nekünk lesz megfelezve a sebességünk, és a szellem lesz... a szellem lesz rohadt gyors. Viszont... Viszont ott, ha jól tudom, tier 1 equipmentek lesznek már, tier 2 equipmentek lesznek már, szóval az lehet, hogy az már jó. Az lehet, hogy az már úgy, ez kicsivel kényelmesebb. Hallottam valami dobálózást innen. És nem tudom, hogy azt jól hallottam-e. Jó, nézzük meg a hőmérőt. Igen, ez az eleje, ez még nagyon lassú lesz, mert meg kell várni, hogy úgymond a szellem csináljon valamit. Tier 1 equipmenttel ez konkrétan katasztrofális. Viszont hogyha egyszer prestige-elsz, akkor kezdheted előről, ugye? Nekem már ugye vannak tier 3-as equipmentjeim is. És már közel vagyok a... Hát annyira közel még nem vagyok a prestige-hez, de így már fél úton vagyok. Szóval... Ha egyszer megvagy. Állom az élet, hogy megvagy. Na, szóval megvan a szellemünk. Minden ledobok egy zseblámpát. Bazeg tier 1-es. Aj, Istenem! Utálom! Utálom a tier 1-es equipmenteket. Egyszerűen... Hú... Tehát, hogy ez valami katasztrofális. Ez a tier 1 equipment. Na jó, amire szükségem van, az kereszt. UV. Ez így jó lesz. Menjünk befele. Most már remélem, most már jó a stream amúgy. Akinek... Mondom, nem jó még a stream, akkor az izé frissítsen rá, azt hiszem F5-tel. Úgyhogy ha telefonom vagy, akkor csak lépjél ki. Ez gyere be vissza. Oha, miért? Tier 1-es kereszt. Rohadj meg. Istenem. Egyáltalán azt sem tudom, hogy a szellem amúgy ad-e evidence-t. Tehát, hogy amúgy még azzal se vagyok tisztában, amúgy az a vicces. Szóval ezt majd még kiderül. Na, jó, rendben. Na, tehát akkor már jó a stream, oké. Okay. Innentől már nyugodt vagyok én is. Az volt a probléma, mert ugye én fel akartam közben venni, tehát még streamelek, addig külön felveszem, és akkor majd esetleg egy rövidebb videót készítettem volna belőle, hogyha tényleg megéri meg ilyesmi. De hát akkor így nem. Vagy valahogyan megoldom. Sajnos én nem tudok ilyeneket egyszerre csinálgatni.
Vagy lehet, hogy ez két gép kéne, nem tudom, mindegy. Jelenleg nem vagyok olyan helyzetben, hogy én ilyen professzionális dolgokat tudjak csinálni. Na jó, TR1-es doc, ez a halálom. Én utálom a TR1-es docot, ne haragudjatok. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. De szerintem nem ad evidence-t amúgy, én attól tartok. Attól tartok, hogy nem ad evidence-t. Vagy az se biztos, hogy itt van. Mert amúgy nagyon meleg van. Vagy akkor valahol a közelben lesz. Lehet, hogy itt van. Ha fuse-nál lenne, amúgy az jó. Cursed itemet nem láttam. Nem tudom, hogy lesz. Nagyon meleg van. De amúgy mindenhol nagyon meleg van, azt vettem észre. Na várjál, várjál, itt csökken. Elegem van ebből a tier 1-es equipmentből, tényleg. És ezt akárhányszor el fogom mondani, míg ezt a challenge-et csináljuk, tehát hogy... Ilyen a földön nincsen. Ennél már a tier 2-es... Jó, akkor nem lehetsz... nem lehetsz Jin. Az a jó, hogy a fuse az közel van. Az a jó, hogy a fuse az közel van. Ennek az egy dolognak örülök. Vagy lehet, hogy én kapcsoltam föl több villanyt, ez lehet, hogy az én... Nem, nem, mert visszakapcsoltam a fényeket. Szóval maga a szellem csinálta ezt. Elmefötöt kapnánk a fuse-től, ezt most meg akarom nézni. Nem. Akkor nem lehet Jin szerintem. Ez eddig egy nagyon nyugis egy szellem amúgy. Ezt a kiderül, hogy bazeg valahol fent izé szétdobált mindent már. Akkor égnek állna tőle a hajam. Annak, akinek jó azt... Annak, aki itt van, az, annak persze, persze, hogy jó azt. Aki nincs itt, annak nem tudom. Jó van. Örülök, hogy jó a stream, tehát tényleg ennek nagyon örülök végre. És köszönöm a választ. A kurva! Ah, miért csináltad ezt, bazd meg? Nincs elmefött, de legalább tudjuk, hogy itt van. Ez mi akart lenni? Tehát egy... Ah! Miért? Miért? Ah! Nagyon utálom, de szerintem ez egy male lesz amúgy. De nem fogom... nem fogom egyelőre betippelgetni, tehát hogy... Mindenféleképpen meg akarom nézni, hogy tényleg... Tényleg az-e. Persze, mert azért volt, mert amúgy fölöttünk van. És azért jelzett ide be amúgy. Amúgy nem lenne semmi baj, hogyha elkezdene huntolni, mert mondom 50%-osan van a szellemnek a sebessége a challenge miatt, szóval... Az úgy nem baj. Az úgy kevésbé veszélyes, maradjunk annyiban. Annak viszont nem örülök, hogy ebbe a szobába lekapcsolta a fényt. Ez öt! Ez öt! Bazeg, de sötét van. De ez a doc, ez katasztrofális. Ez hogy tudtam én kibírni, nem tudom hány gameplay gameig? Mert gameplay nem volt belőle, de... Úristen. De amúgy szerintem itt még hideg is van amúgy. Örülök, hogy mindenkinek jó a stream amúgy. Ez kicsit megnyugtat. Na jó, akkor kamera, flashlight, és nem tudom hova tettem a hőmérőt. És itt van lent a kereszt. Szerintem amikor volt az a jumpscare ott fent, amikor kiütötte a villany, szerintem olyan szinten eldobtam magamtól ott fent a hőmérőt, amúgy úgy beszartam. Miért most őszintén ti nem szarnátok be attól, hogy így random sétálgattok, és akkor egyszer csak így bedobja elétek a szellemet egy jumpscare-ben, érted? És akkor így amúgy meg szia.
És csak igazából annyi volt, hogy eldobta a fényeket. Mi a fasz? Hussolj el. Ah, végre látok. Na jó, várjunk, akkor ide ledobok így egy flashlightot, ez úgy már kicsivel jobb. De hogy hova dobtam a hőmérőt, azt nem tudom. Aki esetleg emlékszik rá... Aki emlékszik rá, hogy hova dobtam le a hőmérőt, az... Mert ezek ebben a rohanásban, ami itt volt, nem tudom. Nem baj, majd körbenézek még jobban. Mere csegél? Vagy nálam van? Nem, nincs nálam a hőmérő. Szerintem fönt lesz a... Szerintem eldobtam a földre. Tuti. Nem baj. Nagyon fontos amúgy, hogy itt nem kell nagyon az életetekre úgymond vigyázni, mert... nem fogjátok elveszíteni a cuccokat. Ebben én biztosítalak benneteket. Most azon gondolkoztam, hogy itt minden lámpát kiütött? Várja. Aha, minden lámpát. Persze, mert ez ilyen lámpa event volt. Szerintem amúgy meg mare amúgy. Most így belegondolom. Ja nem, már nem lehet. Hát... Ezekből amúgy bármelyik lehetne. Szóval kimegyünk, megnézzük, hogy van-e orb. Megnézzük, van-e ghost orb. Úristen. Most jövök rá, hogy milyen ocsmány a tier 1-es equipment. Na jó, nem látok ghostot. Most vagy nem ad magáról evidence-t a szellem, ami a legrosszabb eshetőség. Na várjunk, mi van nálam? Hőmérő meg zseblámpa. Akkor hozok egy füzetet még. Szerintem kelleni fog több füzet, mert le kell fedni az egész szobát, mert... És megint lebaszta a biztosítékot. Áú, az egy fal. Ja, én hülye, miért nem kapcsolok zseblámpát? Ja, mondjuk a tier 1-es zseblámpa az olyan, hogy hagyjuk szerintem. Mi van? You what? Átjön az emeletről a dotz? Miért? Miért csinálja ezt a játék? Nem igaz tényleg. Na várjunk, itt viszont lekapcsolom a lámpát, mert... Ez a rész úgysem kell nekünk. Imádom, hogy a szellem az... Lekapcsolja itt a fényeket nekem. Vagy hát nem is a fényeket, hanem a... Na. Ami ugye kell nekünk lámpa, az a fenti emelet. Tehát nekünk csak ennyi. Tehát nekünk a fenti emeletnek a... Fényei kellenek. Ezeket az ajtókat ott becsukom. Jó. Biztos, hogy valahol itt van a hőmérő amúgy. Az szép volt. Meg én is beszartam. Stabil ötös basszus. Nem tudom, hogy van-e fagyás, ezt majd később kiderül. Hozok be még zseblámpát. Mert egyszer semmit nem lehet látni, mert ugye a szellem az kitörte a fényeket ott benn. Ha tippelnem kéne, ez vagy... hát ebből gondolva, így már lehet, hogy Jin. Bár nem volt Ghost Orb. Tényleg attól félek, hogy nincs evidence. Én csak de van Ghost Orb. Elmef... Ja, de volt Elmef 5, de hülye vagyok. Tehát vagy Raiju, vagy Obake. Jó, akkor jön az Obake teszt. Vagy van-e Ultra Violet. Meg zseblámpa mondom. Váljunk, Sanitink-kel mi van? Nagyon fontos amúgy. Legalább kettőt megiszok, nem mert ugye ez a tier 1-es Sanity Medication. Szóval, abból lehet, hogy professionálon több kell. Na ugye én azért akartam a show-t, mert ha belelép a show-ba, akkor ugye kapunk UV-t. Minden bizonnyal. Minden bizonnyal kapunk UV-t. Na mondjuk még ide is teszek a zseblámpát, valahogy így. Lehet, hogy valamire rá kéne tenni mondjuk a docot. Nem lépett eddig showba, gyanús. Lehet, hogy... Ne basz, lehet, hogy Wraith. Lehet, hogy Wraith amúgy, de... Most, hogy így ahogyan beállítottam a docot, most sokkal jobb lesz amúgy.
Ne csesz ki, hogy Wraith. Ezt egész végig itt azt tippeltem, hogy izé. Hova tűnt a füzet? Eldobta a füzetet. Mivel megint vak vagyok, az is lehet. Ebben a játékban már nem lehet tudni, baszki. Na mondjuk, hogyha belelép a showba, azt látjuk, hogy milyen MF. Nincs hideg. De mondjuk már nem lehet Wraith, mert... Mondom, MF 5 és Orb esetében... De várjunk, hogyha a fagyos hő nem... Zárjuk ki, hogy mik nem lehetnek, nem lehet írás. Új lenyomat, ne ugye Obake. Spirit Box sem lehet, tehát vagy Dots, vagy új lenyomat. Szerintem új lenyomatot enni a pontnál már szerintem adott volna, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Most azért így körbenézek mindent izé... Lehet, hogy azt kéne csinálnom, hogy becsukom az ajtót, és mire visszajövök, lehet, hogy kinyitja. Most én ezen gondolkoztam. De jó, akkor igaz, akkor nem fogunk kapni rá választ arra, hogy most akkor ez tulajdonképpen melyik szellem, mert ameddig nem leszek ott, addig nem biztos, hogy... Ja. Értitek, na. Tehát nem biztos, hogy... A Ghost Orb az nyomja, a Spirit Box nem lehet. Az Perfect Investigation nem kell. Amire kell nekem, az Smudge, Meek Show. És ennyi. A Smudge az kell, mert... Mondjuk a Smudge-ra se lenne szükség már, mert nem démon. Tehát egy nem démon. No démon. No démon. Oké. Okay. Még továbbra is belelépett a showba, de nem voltam itt, az a baj. És megint... Oh, van új V! Van új V! Obake! Obake! Ugye itt van ez a footprint. Jó, meg vagyunk, megyünk is haza. Megyünk haza. Pont szerintem nemrég léphetett bele. Jó, megyünk haza. Nem fogok Perfect Investigation csinálni, mert szerintem tök fölösleges. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de ha szeretnétek Perfect Investigation-t, akkor csinálok. Most, az mindenkinek jó lesz. Tehát, hogy el kell menekülni a ghost elől, el kell fújni a gyertyákat, és meg kell füstölni, miközben üldöz valakit. Viszont nem tudom, hogy mi a curse item. Szóval, ezeket amúgy meg könnyű lenne megcsinálni. Csak amire szükségem van, az írtó mennyiségű smudge. Mert különben is el tudnánk menekülni a szellem elől, mert mondom 50%-os a speed, tehát iszonyat lassú lenne. De fogalmam sincs. Ha jól tudom, a tarot kártya az itt szokott lenni. Fú, nem tudom. Blizzdélen nem sokat voltam. Tényleg, addig fölteszem a gyertyát, hogy fújja el. A Voodoo baba az szerintem itt szokott lenni, szóval az sincsem. Jó, fújd el, én addig körbenézek. Én hülye nem hoztam zseblámpát. Inkább smudge lesz nálam. De hülye vagyok. Mindig itt, tehát hogy... Szerintem nem kell elmondanom. És szerintem elfújta a gyertyát. Cursed itemet keresünk. Az a lényeg. Cursed item. Tehát tarot kártyát, majommancsot, Ouija boardot. Tehát ilyen dolgokat keresünk. Itt azt hiszem el lehet bújni, ha jól tudom. Nem tudom, hogy milyen cursed itemek vannak itt fent, szóval... Jobb is, hogy Blizzdelen nem itt fent van a szellem, mert... Itt ezt nem tudnád lefedni. Tehát, hogy itt például a dots, az eleve nagyon nehéz lenne. Meg a kereszt. Még szerintem még a tier 3-as keresztel se lehetne lefedni ezt az egész helyet itt amúgy. És nem lehet leugrani a lépcsőn. Miért? A Voodoo baba az így szokott lenni. Bazd meg.
kicseszett Voodoo Baba. Ugye, hogyha ugye a Voodoo Babát elkezdett csesztetni, akkor elindul egy Cursed Hunt. Most azt akarom megnézni, hogy hol van búvóhely, mert szerintem ez professional amúgy. Ez professional szint. Itt nem tudom, hogy itt el lehet-e bújni, tehát így. Szerintem el lehet bújni. Szóval ide fogok lejönni, hogyha... Szóval ha... Mert észre kell vennie az obákének ahhoz, hogy... Ó, tök jó. Megcsináljuk. Halló? Gyere! Gyere ide! Gyere már, bazd meg! Azt a kurva de lassú ez a szellem, te jó Isten! Azt láttátok, milyen lassú volt? Azt a rohadt! Ez rohadt lassú ez a szellem. Ez az 50% speed ezt jelenti. Baszki! Ez iszonyat lassú volt. Ez kb. Olyan, mint... Ez olyan, mint mikor a Moroynál Max Sanityd van. Tehát, hogy... Kibaszott lassú. Meg mikor a tájáját előregíted. Ez egyenlő ezzel. És majd akkor tudunk menni, hogyha majd a lámpák lekapcsolódnak. Ugye ezzel jelzi, hogy vége van a huntnak. És papíron most ez perfect investigation, ha csak ez nem egy köcsög mimik. De ennek az esélye, hogy ez mimik legyen... Meg kéne nézni a shapeshiftet, de nem fogom megnézni. Ugye az obakének az a képessége, ugye, hogy úgymond... tehát, hogy tud váltakozni a szellem modellek között. Most így nagyon egyszerűen. Igen. És akkor ez most még perfect investigation is lehet, szóval... Nem lehet kifogás. Nem lehet kifogás. Nagyon szuperek vagyunk. Na, van, várunk egy kicsit. Megnézem, mi a helyzet. Aha. Jó minden. Aha. Az a kedvencem, hogy a maga a YouTube stúdió is más felvételt mutat, meg a... amit telefonon nézek. Az is más mutat. Kurva vicces. Na jó van. Második round. Let's go. Csak maga... Az a része halál, míg megkeresed. Megint meg kell füstölni a szellemet és Ghost Event. Ez kurva egyszerű lesz. Remélem, hogy Voodoo Baba van. Ha jól tudom, challenge módon meg van szabva, hogy milyen cursed item van. Szóval a Voodoo Baba amúgy kurva sokat segít. Ja, persze, világítani is kéne. Pardon. Nyisd már ki. Leszpeedrunoljuk. A nyitott ajtók azok nem fontosak ebben az esetben. Fent van a... Ah! Fent van a fuse a háznak a... Fent. Tehát ha azt lekapcsolja, ó, itt a csont. Nem volt perfect investigation, mert elfejtettem lefotózni a csontot, meg nem voltak max csillagosak. Igen, most már eszembe jutottam úgy, bocsi. Ez mindig elfelejtem. Jó, nem Voodoo Baba van, szóval nincs megszabva. Na jó, van, még mindig a fuse-ért megyek kitartóan. Nagyon remélem, hogy ide fent vagy. Azt hiszem, itt ezen az oldalon van a fuse. Á, szembe velem, de jó. Amilyen magabiztos voltam, olyan szinten el is csesztem a perfect investigation, de szerintem... Semmi baj. Szerintem nem itt van. Szerintem nem itt van. Remélhetőleg. Örülnék neki, hogyha mind a három esetben ugyanabban a szobában lenne amúgy. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Nem örülnék egy WC szellemnek. Azt hittem már a Haunted Mirror. Haunted. Oké. Hello? Most lehetne szólítgatni a szellemet, hogy mit tudom én...
Ó, de... Milyen szakszerűen van ez a fejsze belevágva a tükörbe. De lehet-e szólítgatni a szellemet, hogy mit tudom én, a nevén szólítod, és akkor hátra csinál valami akciót, de... Nem tudom, én nem szoktam. A tarotkártya mindig elő szokott lenni amúgy. Hogy hát nem minden esetben, mert például a tarotkártya Tanglewoodon megint máshol van. Oké. Szerintem a szellem valahol a kedvenc szobája környékén lesz. Nem tudom. Ez ilyen tipp. Ez nekem mindig ilyen tipp amúgy. Nem tudom, itt néha amúgy felmennek az aktivitás mérő. És akkor megint ez van, látjátok, hogy körbejártam az egész házat. Semmi nulla aktivitás. Most akkor végig megyünk hőmérővel. Várja még itt a budi. Hogy itt megy lejjebb a hő. Most be van stagnálva a hőmérő. Ha jól tudom, ez két külön szoba, tehát itt is lehet a szellem. Tudjátok, mint Tanglewoodon. Hol? Hol vagy? Ja, ó, bazeg, földön mászó szellemről van dolgunk. Az baj. Ó, várjál, itt volt fagyos hő. Itt van. Tehát most a kettő közül valahol... Itt van? Itt van? Igen, itt van, itt van, itt van. Jó. Zsír, zsír, zsír. Ó, á, gyerekek. Legjobb. Örülök neki, hogy nem a... Izén van. Fent a legtetején. Te egy Jézus Isten. Imádom, mikor Ghost Eventtel köszönt a szellem. Tehát egy... Kedvencem. De nem spónolt rám? És nagyon eszi a szenitém. Jó, mondjuk lehet, hogy azért, mert sötétben voltam. Ezt most egyelőre nézzük el. Nem is beszéltem hozzá még meg semmi, szóval... Ami kell nekem, az te, meg te... Az a gond, hogy egy docod a konyhába nagyon kevés lesz. Szerintem. Na jó, először nézzünk meg, hogy... Hát mondjuk a füzetet, azt mondjuk valahol... Hát mivel itt jelent meg, akkor mondjuk tegyük ide. A docot meg itt ide ráteszem a polcra. Nagyon utálom ezt a docot, ne haragudjatok. Ezt lekapcsoljuk, hogy lássuk, hogy van-e Ghost Orb. A csontot majd felveszem. Ez lehet, hogy ez Perfect Investigation potenciája van ennek a körnek most. Mondjuk ahhoz kéne 10 fotó, és hogyha mondjuk ez egy Wraith, akkor már a sós dolgok eleve kizárva, és akkor már csak interakció fotók lehetnének. Az pedig... Az egy olyan dolog, hogy hagyjuk. Hopp! Az mi? Az mi az, ami ott gurulott? Most az a gond, hogy szerintem be akar engem cseszni a játék, mert ez nem Ghost Orb. Jó, UV. Eddig nektek mennyire tetszik a stream? Legyen még. Ja, nem, én kapcsoltam a fényt, bocs. De jó. Na látjátok, pont ezt mondtam, hogy az ilyen nagy területeket képtelenség lefedni keresztel. Tehát, hogy ez a konkrétan halott fia vagy. Öt. Nem. Minuszhoz már közelítünk, azt tetszik. Fírt? Nagyon jó. Ezekből kiindulva, ha ez egy Diogen, akkor az kicsit problémás lenne. Jó, és most jön az UV. Most UV, mert a Spirit Boxot hagyom utoljára a Moroi miatt. Mert ha nulla szenitél leszek a Moroi miatt, akkor... Az durva lesz. Meg kéne hántoltatni, de nem tudom, mi a cursed item. Szóval, amit behozok, az Motion Sensor Show. És szerintem ennyi. Mondjuk egy show elég lesz. Mert úgyis mind benn leszek. Hát hozok helyette izé kamerát. Jó, de legalább végre tudom, hogy kell normálisan streamelni.
Na, lépjél bele? Meg mondjuk egy... Ide a szék lábára egy motion sensor. Adjál footprintet! De jó, szépen dobál, és itt van a nyakamon a szellem. Jó, egyelőre nincs nulla fok. Lehet poltergeist? Igen. Jó, akkor nézzük meg, hogy te egy polti vagy-e. Mondjuk lehet, várjál, ne itt, itt a földön nézzük meg, hogy ez polti. Ugye a poltiról azt érdemes tudni, de... Hallod? Hagyd békén a kamerám! Te köcsök... Ah, földön mászik, Jézus Isten! Diogen vagy te-e? Na most ez a Spirit Box lesz. Ez egy Diogen lesz szerintem. Jaj, jaj, jaj. Jaj, jaj, jaj. Ghost Orb miatt nem lehet mimik. Ennek az egy dolognak örülök, hogy nem lehet mimik. Na jó, akkor röhet a Spirit Box, és ugye Ghost Orb miatt lenne táje? Vagy fagyos hő? Nem. Ugye freezingnek, hogyha lenne még egy negyedik evidence, ami mondjuk freezing, akkor lehetne mimik. Az a lényeg, hogyha van olyan evidence, ami nem passzol egyik szellemre se, köszi a docot, akkor tudni fogjátok. Köszi, Dió. A Dióval nem vitatkoznék, mert az fix tudja, hogy hol vagy. Viszont iszonyat lassú lenne ez a Dió. Diogen. És nincs freezing, szóval... nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nekem nincs kedvem cursed itemeket keresgélni. Nincs kedvem cursed itemeket keresgélni. Sorry. Vagy keresgéljünk? Mondjuk csak azt kéne, hogy hát... Ja, a side objectek legyenek meg. Ó, van, keressünk. Jó, két smudge elég. Ami kell nekem, az zseblámpa, mert semmit nem fogok látni. Ja, meg fotókamera. Akkor egy smudge elég. Ugye lefotózzuk a csontot. Nem lépett a showba, szóval nagyon sajnálom. Ja, persze, tier 1-es kamera egyértelműleg. Kajak, még egy könyvet mondjuk be tudnék hozni. Meg a docon le tudnám fotózni. De előtte meg akarom keresni a cursed itemet. A tarot kártya az elvileg valahol itt lenne amúgy. Szóval az biztos, hogy nem. Meg az a kedvenc, ami megint minden szobát végignéztem, és sehol semmit nem találtam. Tehát egy nulla cursed item volt. Legalábbis tudtommal. Tehát az Ouija boardot se tudom, hogy hol van. Hú. Hát igen, ezzel jár a... hogyha ismeretlen pályán vagy. Bozd meg! Anyád, de megijedtem. Azt hittem Hunt-tól. Hát ezek itt elkezdi rögtetni a gyereket a WC-n. Úristen. Úristen. Azt hiszem ez azért volt ez a hang, mert ilyenkor interaktál a macival esetleg? Nem tudom pontosan. Na jó van, körbenézünk fent. Aha, és itt már most már csak ennyi. Tehát lehet, hogy itt nem is lehet elbújni most meg. WC-n cursed item, szerintem ez kicsit hülyeség. Ugye ez a pálya sokban hasonlít a Grafton Farmhouse-ra, ugye?
Meg nem lehet elbújni, nincs úgy a tábla. Na, szerintem le kéne... Így. Így jó lesz. Na nézzük itt, mivel van dolgunk. Úgy komolyan mondom, kicsit tanástalan vagyok ezeken a mappokon amúgy. Egyszerűen... Hogy mi, hol van... Jó, hát tudom, most meg kéne nézni, hogy izé mi hol van, de... Ez nem a... Ez amúgy nem a... A mirror. Nem. Én nagyon gyanús volt nekem amúgy. Mert ugyanúgy nézett ki. Na mindegy. Szóval mindjárt itt lesz az igazi mirror. Nulla cursed item, komolyan mondom, mert ilyen a világon nincsen. Ja, várj, itt már voltam. Jó, hát akkor már csak ez a szoba maradt, meg az emelet. Emlékeztek rá, hogy a padlást azt konkrétan végignéztem teljes mértékben, mivel nem volt más dolgom. Szóval nem gondolom azt, hogy itt bármiféle cursed item lenne. Ha csak nem tényleg el nem suhantam fölötte. Ami persze nagy valószínűséggel meg is történhet. Ez de jó. Figyeljtek, ha nem lesz meg a cursed item, akkor húzunk. Mert úgy nem tudom huntoltatni a ghostot. Mert a Diogen az olyan nem tudom hány százalék sanity-nél, nagyon alacsony sanity-nél huntol, szóval... Annyit meg nem fogunk várni, mert itt elalszunk. Legalábbis magamból indulok ki. Na jó van, én nem találtam cursed itemet. Nem tudom, esetleg lehetne még valahol. Nem tudom. Nem tudom, melyik szobát nem néztem még meg esetleg. Itt voltam. Várj, itt a gyerekszoba, itt nem voltam szerintem. Ja, de itt voltam. Szerintem mondom, minden szobában voltam. Hát, jó van akkor. Akkor nulla cursed item, érdekes. Pedig legalább mindig egynek kéne lennie. Vagy mondom, én vagyok vak, mert az is lehet. Minden lehetséges. Imádom, hogy így belaggul a játék néha. Nem lehet ezt a tévét bekapcsolni. Kár. Na jó van. Mondjuk... Hát ja. Ezt most jól meg azt mondtam, de... Mondom, meg kéne füstölni ugye a szellemet, miközben üldöz valakit. Na már most... Ez úgy... Ja, eléggé érdekes dolog. Mert nem találom a cursed itemet, szóval ezen felül már nekem mindegy. Szóval ez egy Diogen. Jöhet a következő. Ha persze nem mimik, mert akkor azt hiszem nagyon szomorú leszek. Jó Diogen, szép. Hát igen, sajnos nem tudtunk mindent teljesíteni, de jön a következő. És egyben az utolsó. Édes Istenem. Oké. És esik az eső. Na nézzük. Firelight, Ghost Event és parabolikus mikrofon. Na most a TR1-jel ez egy kurva vicces dolog lesz. Szerintem felkészítem magamnak a három kamerát, mert szerintem most tuti fent lesz. Ez csípőből érzem, hogy fent lesz. Na várj, megnézem, hogy hol van a fuse. Ah, de jó helyen van a fuse, te jó ég.
Úristen, megörültem, megörültem. De rövidővel. Nagyon fontos. Halló? Nem mondod, hogy ott a fuse, ahol el lehet bújni. Oké. Mondom, a tarot kártyának amúgy itt kéne lenni, azt hiszem. Ah, nem! Biztos, hogy nem. El is felejthetik a Perfect Investigation-t. Én nem fogok Perfect Investigation Music Box-et csinálni. Elmehettek a francba. Legrosszabb cursed item az összes közül. Csak mondom. Nem kéne minden lámpát felkapcsolgatni, mert a végén úgy le fogja cseszni, mint annak a rendje. De még kicsit üvös van. Inkább csak fölfele megy a hőmérséklet, mint sem lefelé. De jó. Majd nézzük itt, mi a helyzet. Nem lehet elbújni. Nem éppen egy szerencsés dolog. Mindenhol csak megy fel a hőmérséklet, szóval ráérünk. Ezt itt becsukom. Az lenne a legjobb, hogyha konyhába lenne. Én annak nagyon örülnék. Mondjuk nem, mert... itt jól láttam, hogy fagyos volt a lehellet? Úristen, de sötét van. Úgyis sötét van, basszus, hogy nekem amúgy meg NVIDIA-n be vannak állítva, hogy kicsivel világosabb legyen a szituáció, de... érdekes. Mintha láttam volna egy pillanatra a lehelletemet, vagy lehet, hogy beképzelődtem. Na nézzük, itt mi van. Hát itt is szerintem minden a helyén van. Ilyen hülye hangokat hallok fentről. Azt az MF-et sokkal jobban szeretem, amit Tier 2-es. A Tier 3-as az meg már az ilyen high-tech, komolyan mondom. Tehát az tényleg ilyen nagyon extrém dolog amúgy. De nekem a Tier 2-es az klasszikus, tehát a régebbi fazmó miatt. Csak azért. Hopp, ezt hallottam. Ez lent volt, ez konyha. Vagy ennyire köcsög... Ja, várj, ez pont a szomszéd. Én is így gondoltam, pontosan, hogy így halkuljál el. Hát, baszki. Na, de jó, még a ventilátort is bekapcsolta, mert tudta, hogy melegen van. Hogy fogom ezt megjegyezni? Zseblámpa. Várj, minden máshol kapcsoltam a lámpát, nem? Szerintem igen. Itt tényleg ilyen sötét van? Mindegy. Eléggé aktív volt a sötétben, ami egy Santa Mare gyanú. De... ez ne tévesszen meg senkit. Nagyon fontos. Mit viszek én magammal, hogy nem bírtam felvenni a másik doccot? Ja, füzetet. Persze, mert szerintem abban a szobában hogy egy docc elég lesz. Remélem. Ha nem, akkor meg rakok be még egyet, most ez nem arról van szó. És akkor mondjuk valahogy így. Hát most a doc az egy vicces dolog, mert ha a földön mászik, akkor... hát valahogy így a füzetet, meg... hát valahogy így. Aztán mire visszajövök rá, meg kell nekem firkáljál bele, mert nem tudom, mit csinálok veled. Hmm.
Na jó. Hát, amit meg tudok csinálni, az ugye a parabolikus mikrofon, meg a Firelight, de még nem tudjuk, hogy milyen szellemről van szó, így nem áll szándékomban Firelightozni, mert hogyha Hunt-tól, tehát hogyha három gyertyát ki tud égetni egy szellem, akkor tud Hunt-olni. És ezt úgy hívják, hogy Onryo. És van Dots. A Dotsból ítélkezve most azt mondanám, hogy Goryeo, mert de egyelőre nem akarok egyelőre nem akarok ítélkezni. Bár egész végig még ott voltam, nem volt Dots, szóval érdekes. Jó, egész végig az kb. Voltam ott benne 2 percet, ebben igazak van azoknak az embereknek, akik most jelenleg a fejükbe ezt gondolják. De akkor is van egy olyan érzésem, hogy ez egy Goryeo. És nem tudom úgy lerakni egyik keresztet se, hogy ne... Akkor valahogy így. Nincs mínusz. Ha ír a könyvbe, akkor oké. Okay. Téged meg lekapcsollak. Eddig mindig azt hittem, hogy ha lekapcsolod a fényt, akkor hidegebb lehet, de nem. Nem lehet hidegebb. Ez a játéknak a sajátos hülyesége. Hogy elhiheti. Ezek még nem bírok beszélni, mert már streamnek a vége van, akkor olyankor soha nem tudok beszélni. De nem látok Ghost Orbot. És nagyon dobál. Ó, hát akkor jön a show test. Meg egy spirit box. Meg még egy zseblámpa. Meg show, ugye. Mondjuk akkor nem is zseblámpa kéne a movie. Hogy egyből akkor tudjam, hogy mi van. Nem nyitott ki ajtót, szóval nem gondolom azt, hogy lenne UV. De majd ez persze kiderül. Van-e valahol esetleg valami csöpnyi UV? Valamelyik ablakot esetleg ki akart-e ugrani, vagy valami? Ja, ebben az esetben akkor jön a show. Ó, köszi a docot az arcomban, nem lehetsz Goryeo. Na, van, még nem lépsz el a showba, én addig. Lehet, hogy inkább ide. Amikor mondom, ez a legcreepybb spirit box, amit valaha hallottam. És köszönöm. Phantom Wraith, Yokai Diogen, szerintem te egy Wraith vagy. Mert a Wraith szokta ezt csinálni mindig, hogy... Akkor nem vagy Wraith. Akkor te egy Phantom vagy. Jó van. Baszd meg! Előbb kell kivondanom, bazeg. Hát ez... Oké. Okay. Na jó van. Ideje megkeresni a csontot és a cursed itemet. Úgy kéne zárni ezt a mai napot, hogy mindent megcsináltunk. Firelight, parabolikus mikrofon és ghost event. Szóval... Jössz te... Jössz te... Ugye ez kell? Igen. Kell lesz te... Meg kell fotókamera. Ja. Oké. Nem tervezek sokáig bent lenni. És megint nem hoztam zseblámpát. De akkor szerintem tudjuk le a parabolikus mikrofont az elején. És akkor nem lesz belőle probléma. Egy kicsit arrébb is megyek, hogy segítsek neki. Így. Nem tudom, hogy a... Ennyi kérdésem lett volna. Kicsit sem érdekes, hogy tettem le a gyertyát, ugye? Mondjuk, hogyha már ott voltam, akkor azért le tudtam volna fotózni. Lefotózom a Disturbed Saltot. Ja igen, és most már lehet ugye fotókat törleni, tehát amelyik 2 csillagnál kevesebb értékelést kap, azt... vagy amit 3 csillagnál kevesebb értékelést kap, azt... azt ugye ki lehet majd törölni.
De én most ezt jelenleg nem fogom prezentálni. Ja, kajak music box volt. A Phantom esetében amúgy ez tök könnyű lenne, viszont több disturbed szaltot akarok behozni. Ugye music box volt, ha jól emlékszek rá, ugye? Nyugtassatok meg. Már ha egyetem van itt valaki. bazeg, de szeretsz a Dodson lenni. Na jó. Só. Zseblámpát meg nem tudok hozni, mert ugye csak 3 slotos az egész. Ugye 3 plusz 1 itemet tudsz magaddal hozni, tehát 3 normál itemet és egy gyújtós tudsz magaddal hozni. A gyújtós úgymond a negyedik slot, és én azért mondom 3 plusz 1-nek. Ugye ez eddig 6 fot, tehát akkor ezen kívül még 4. Jó, ez egy interakció. Nem kéne ellőni az összes fényképet, mert még le kell fotózni a cursed itemet meg a csontot. Szóval össze megyünk a csontnak. Vagy hát, ha jól tudom, a cursed item az... Ha jól tudom. Igen. Igen. Jó, nincs több kérdésem. Már csak a csontot kéne megkeresni. Megkeressük a csontot. Ugye az kell nekem egy zseblámpa, meg smudge. Smudge a biztonság kedvéért kell csak. Mivel ez egy fantom, ezért nem lesz probléma. Várjátok, akkor megvan a csont. Nem, nincs meg a csont, na. Az az érdekes, hogy én végignéztem minden szobát, és nem láttam csontot. Mert általában egy nagyon alapos ember vagyok. Alaposan megnézem a... Jó, azt hittem Mahantól. Nagyon alapos ember vagyok, szóval én megnézek minden zegzukot egy játékban, hogy van-e valahol csont, meg mondjuk ilyesmilyen extra item, meg mit tudjam én. Egyszer volt olyan, hogy az ágyban volt a csont. De azért na. Oké. Apa az meg, de megijedtem. Ez az még laggolt szét a segged. Na jó van. Szerintem a felső emeleten nincsen csont. Ha csak persze megint nem vagyok vak. És persze... Na jó, várjunk, ez a következő kör először meg akarom nézni. Jó, hogy te keresztül nyúltál a izén? De imádom, hogy szinkronba kattognak az órák. De bezeg, de milyen kényelmetlen ágynak tűnik ez. Oké. Na várjunk, hogy itt lekapcsolom a lámpát, bocsi. Szellem szobájában ugye nem lehet. Akkor megyünk le. Faszt, mert még van fent a padlás. Mondjuk, hogyha a padlásra rak egy csontot, én nem tudom, mit csinálok ezzel a játékkal. Vagy itt aztán évekig kereshetnéd, főleg, hogyha ilyen kis kis csontról van szó. Tehát, hogy még nem is a nagy gerincről, meg az ilyenekről. Ilyen konkrétan akkora, mint egy kis poharas kanál, tehát, hogy... Mármint egy kis poháros kanál, értitek? Egy olyan szintű csontot keressél itt. Hogy... Miért? Nem akarok olyan pici csontot keresni. Jó, szerintem itt fent nincs. Maradjunk annyiba, hogy itt fent nincs. Egyezünk meg ebben. És most az egyszer fogom csak használni a izét. A music boxot. Ez az egy alkalommal.
Persze előtte megkeresem még mi a csontot, ne is aggódjatok ezen. Tehát egy... Végig speedrunolod a mapot, érted? És sehol nincsen csont. De amúgy tényleg a csontot nem... Hiszen most mondom, hogy izé végigmentem az egész mappon és nem találtam csontot. A szellem pont felettünk van. A szellem az pont felettünk van, szóval azért lehetnek majd ilyen paranormális hangok. Á, megvan a csont. Na jó, jó. Na és akkor innentől már csak kettő fotó kell? Igen, kettő fotó kell. Akkor az pont az a két izé. Disturbed salt. És akkor... Salt. Salt. Negy. És... Akkor meghántoltatom, mert ugye meg kell füstölni. Yes, mindenképp jó. Oké. Okay. Na jó, és akkor... ha minden igaz, ugye úgy az... Side... ugye, hogy... Ilyen ghost event kell! Hát én mit csináljak? Most várjak egy ghost eventre? Most komoly? Ebből fog állni az egész napunk most, hogy ghost eventre fogunk várni. Úgy érzem, hogy... úgy érzem, hogy el leszünk. Jó, ott van, ott van. De mi? Bazeg, streamer luck? Streamer luck? Mondjuk nem nevezném magam streamernek, mert mondom, összvisszán 2-3 streamem lehetett ezen a csatornán. Abból amúgy is csak ez lesz a második, ami ki lesz rakva. Bazeg! Mi? De... Gyerekek. Jó, ez egy fantom, ha minden jól megy. De én nem láttam Ghost Orbot. Nem mimik. Szerintem nem mimik. Á, felforrósodott az innivalóm. Phantom! Nagyon jó! Aj! Te vadállat! Igen. Op, tier 2-es motion sensor, gyere cukika, gyere a papához. Hát igen. Én ezt így szoktam nyomni. Ha szeretnétek folytatást, akkor ezt írjátok meg kommentben. Nagyon fontos. Nekem nagyon fontos, mert akkor tudom, hogy mire van igény, úgymond. Ha nevezhetek, ha fogalmazhatok így. Én nem szeretek úgy vaktába videókat csinálni, mert amit nem tudok biztosan, hogy nem fog befutni, akkor olyat nem csinálok, mert nem tudom, nekem az úgy fölösleges, meg úgy csak az időmet húzom vele. Nekem a YouTube-ozás nem arról szól, hogy úristen, most nyomom ezerrel, aztán mindegy, mi van. Én türelmes vagyok, mert tehát, hogy ez nem arról szól, hogy úristen, most minden egyszerre, meg hogy jaj, mit kell. Nem. Meg kell, ehhez idő is kell. Idő kell ahhoz, hogy úgymond összejöjjön egy YouTube. Én is már 2 éve nyomom, és voltak mélypontok, vannak magaslati pontok. Nemrégiben volt egy videóm, ami így felrobbant. Aztán ennyi. Tehát, hogy ennyi, ezt így kell nyomni. Tehát, hogy nem kell ráparázni. Menni, egy idővel menni fog minden, csak... Ugye ehhez energia is kell, ugye persze. Ez egyértelmű.
Na srácok, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Már aki itt volt. Köszönöm szépen Bennett Gamingnek és Haminak, hogy itt volt. Nem biztos, hogy lesz mostanában egy újabb stream. Egyet biztosan tudok, hogy várható még továbbra egy csomó videó, mert nagyon, most nagyon rákaptam erre, most nagyon szeretnék videózni, meg minél többet, amit lehet. Hamarosan jönni fog egy következő videó, de még nem spoilerezem le, hogy micsoda. Valamint, hogyha szeretnétek folytatást, azt írjátok meg kommentben. Egyelőre a következő weekly challenge, ami a Tortoise lesz. Ugye ennek a weekly-nek a következő része, mert először a Hair van, utána meg a Tortoise. Ha szeretnétek abból livestreamet, akkor ezt írjátok meg.